Új szigetelést és nyilászárókat kapott a Kisvárdai járási hivatal földhivatali osztályának az épülete. Az ingatlant napelemekkel is felszerelték, illetve fűtési rendszerét is korszerűsítették. De hasonló módon megújult a járási hivatal foglalkoztatási osztályának, valamint irattárának az épülete is, összesen 110 millió forintból. A beruházásokat a megye több mint 20 kormányhivatalát érintő 1,7 milliárdos épületenergetikai fejlesztés keretében valósították meg. A felújításoknak köszönhetően az épületek energiahatékonysága közel 30%-kal javult, ami jelentős megtakarítást is eredményez. A korábbi években, vagy még régebben voltak ilyen gyakorlatok, hogy a megtakarítást azt elvonták, jelen esetben nem erről van szó, ami pénzt megtakarítunk az ingatlanok működtetésével kapcsolatosan, az a pénz az itt marad a megyében, és ez lehetőséget biztosít a kormányhivatal számára is, hogy azokat a feladatokat, amelyeket el kell végeznünk, legyen szó további fejlesztések önerejéről, vagy pedig a munkatársainknak a megbecsüléséről, azt sokkal bővebb költségvetési keretek között tehetjük meg. A járási hivatal épületeinek energetikai korszerűsítése csupán egy része a Kisvárdán megvalósult hasonló beruházásoknak. Az a jó és jellemző, hogy ez, hála Istennek, hogy az épületek szépülnek, hogy a magánemberek is elkezdték a városi épületet szépíteni, illetve hát a városnak is sikerült nagyon komolyan pályázni és nyerni 7 ilyen projektet, amiben az intézményeinket, iskoláinkat teljesen fel tudtuk újítani. A járási hivatal épületeinek a korszerűsítése, a dolgozók modernebb munkakörnyezetének a kialakítását, illetve a település és a térség lakosságának a hatékonyabb ügyintézését is szolgálja.